Köszönöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. március 27-én este 7:30-tól. Lopás esetén segítenek, ismét bicikli regisztrációt tartottak a kalocsai rendőrök. A jóság nem kerül pénzbe. Bogdán László cserdi polgármestere volt a vendég a kamarateremben. Szín és ízkavalkát Kiskörösön, majd 4000 minőségi kézműves termék fogadta az Agrár Expo látogatóit. Nagy érdeklődés mellett zajlott a kalocsai rendőrkapitányság által tartott bicikli regisztráció. A rendfenntartók minden évben több alkalmat biztosítanak arra, hogy a tulajdonosok bejegyeztessék ingyen kerékpárjaik adatait a rendszerükbe. Ismét kerékpár regisztrációt tartottak a kalocsai rendőrkapitányság dolgozói. Stábunk ott járt, akkor is nagyon nagy számban voltak, érdeklődik az Ökopont irodájánál. Itt a rendfenntartók felvették a tulajdonosok és járműveik adatait, hogy esetleges lopás esetén egyszerűbb legyen a bejelentés, illetve a megtalálás. Az első és legfontosabb, hogy a kerékpárt szemrevételezzük, fényképek készülnek róla, fontos adat a kerékpárnak a vászszáma, amit fényképen rögzítünk, illetve a rendszerbe is ez fog bekerülni. A kerékpárról 3-4 képet fogunk csinálni. Ha vannak rajta olyan jellegzetes dolgok, amik egyediek és mondjuk a felismerhetőségét segíti, akkor azt külön rögzítjük képen, és ezek a képek is bekerülnek a regisztráció során a nagy internetes rendszerbe. A tulajdonosnak a személyes adatait, telefonszámát szintén hozzátesszük. Ebben a regisztrációs rendszerben bárki keresgélhet magánemberként is, viszont az adatokat csak a rendőrség látja. Ha a kerékpárt ellopják, a tulajdonosok elektronikusan is tudnak feljelentést tenni. Most mi itt ingyenesen regisztráljuk ezeket a kerékpárokat, de mindenkinek van lehetősége ezt saját magának is megtenni. Ez egy egyszeri regisztrációs díj fizetése mellett történhet, és teljes jogú felhasználhatóságot kap az ügyfél, hogyha ezt a regisztrációs díjat befizeti. Tehát bárki szabadon csatlakozhat ehhez. A lopástól ugyan nem védi meg a kerékpárt a regisztráció, de fontos, hogy a rendfenntartók részére minden adat rendelkezésére álljon eltűnés esetén. Gyakran találkozunk olyannal, hogy ellopják a kerékpárt, bejön a gazdája, és nem emlékszik pontosan a színére sem, hogy milyen felirat van rajta, abszolút nem, vászszámot nem tud mondani, és egy eltűnt kerékpárt körözni nagyon nehéz, úgyha nincs hozzá semmiféle azonosítószám. Itt akkor minden rendelkezésünkre áll, és gyakorlatilag tudjuk köröztetni is a kerékpárt, vagy ha találunk olyan kerékpárt, aminek nem tudjuk a gazdáját, mert mondjuk nem a mi kapitányságunk területén lopták el, vagy nem itt találták meg, a regisztrációs szám alapján, illetve a vászszám alapján tudunk keresni a rendszerbe, és esetleg a tulajdonosát gyorsabban megtaláljuk. A kalocsai rendőrkapitányság már 3 éve végzi ezt a fajta tevékenységét. Minden évben több alkalommal biztosítja a lehetőséget, hogy minél többen regisztráltathassák kétkerekűiket. Kiskörösön az elmúlt hétvégén tartották a régió legjelentősebb és leglátogatottabb agrár eseményét, a 10. Duna-Tisza közi Agrár Expót és Gasztronómiai Fesztivált. A rendezvény az eltelt évek alatt vitathatatlanul kiérdemelte a régió agráripari csúcsrendezvénye címet. A kitűnő tavaszias időjárásnak is szerepe volt abban, hogy a látogatók száma csúcsot döntött a 10. Duna-Tisza közi Agrár Expo és Gasztronómiai Fesztiválon Kiskörösön. A nagyszabású rendezvénynek a város sportcsarnoka adott helyet, ahol közel 4000 minőségi, kézműves termék fogadta az érdeklődőket. A standokon kínálták a termelők többek között a kézműves élelmiszereket, a borokat és a pálinkákat. A rendezvényt Kis Miklós agrárvidékfejlesztési államtitkár nyitotta meg. Előadásában kiemelte, a hazai lakosság körében egyre hangsúlyosabban jelenik meg a helyi termékek iránti igény, az élelmiszerek eredetének ismerete. Mindez a termelőkkel kialakított személyes kapcsolatban is megmutatkozik, melynek remek színtere a Kiskörösi Agrár Expo. A rendezvény fővédnöke Font Sándor országgyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának az elnöke volt, aki hangsúlyozta, hogy a fesztivál vitathatatlanul kiérdemelte a régió agráripari csúcsrendezvénye címet. Nem volt példánk, ezért nekünk kellett mindent kitalálni, csetlőbotló lépések voltak, aztán minden évben okosodtunk egy kicsit, próbáltunk szponzorokat is találni, hogy minél kisebb legyen a költségvetés. Ez azt jelenti,
hogy ne kelljen belépőket szedni például az ide látogatóktól. Nincs Magyarországon még egy ilyen, minden máshol kőkemény belépőt kell szedni, és azt is próbáltuk a szponzorainkon keresztül elérni, hogy az ide látogató, kiállító vendégek is, élelmiszer előállítók, a picikék, a kicsikéknek ne kelljen nagyon durva stand bérletet fizetni. Az expo célja a kezdetektől az volt, hogy a hazai termelők minőségi portékáikkal mutatkozzanak be. Ennek sikere egyértelműen látható volt, mivel több mint 100-an pakolták ki árujukat, melyet a rövid ellátási lánc is segített. Ebben az a célunk, hogy a termelő az élelmiszert előállító minél kevesebb áttételen keresztül tudja eljutatni termékét a fogyasztóhoz. Ezért a kistermelőknek úgynevezett 40 kilométeres sugarú körön belül bárhol, bármilyen meghirdetett hivatalos élelmiszer vásáron megjelenhetnek. A szervezők ügyeltek arra, hogy valamennyi korosztály megtalálja a számára vonzó programot. A szórakoztatás nagy ágyújt és felvonultató eseményen koncertek sora szórakoztatta a kicsiket és a nagyokat. Március 26-a szegény emberekről, királyokról és herceg kisasszonyokról szólt a Csokonai utcai tagovodában. Ekkor rendezték meg az intézményben a több mint két évtizedes múltra visszatekintő területi mesemondó versenyt. Az eseményre minden eddiginél több jelentkező érkezett Kalocsáról és a környékbeli falvakból, városokból is. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, az óperencián tengeren is túl, volt egyszer egy gazdag ember. Ezekkel a sokunk számára ismerős szavakkal kezdték meséiket a gyerekek a Csokonai utcai óvoda területi mesemondó versenyén. Az idei évben minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajló eseményre 36 kis óvodás jelentkezett. A kicsik között akadtak kalocsai mesemondók, de érkeztek csemeték, Kunszent Miklóstól kezdve, egészen Fajszig a környék számos településéről. A feladat mindenki számára azonos volt, el kellett mondani a zsűri és a közönség előtt egy szabadon választott mesét. Nem feltétlenül ragaszkodunk csak a magyar népmeséhez, hiszen a kortárs irodalom meséiből is, Fésűs Éva meséiből is hallhattunk meséket, tehát tulajdonképpen széles választékából jöhetnek, vagy választhatnak mesét a gyerekek. Nem akarjuk megkötni annyira a kezüket, mert lehet, hogy valakinek elvennénk a kedvét. A jó kedv pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki teljes átéléssel maga biztosan tudjon regélni a hallgatóság előtt. Mindig azt mondjuk, és valóban igazság van abban, hogy a zsűrinek nincs könnyű dolga, hiszen a gyerekeknek, ha valaki át tudja élni a mesét, vagy mosolyogva tudja elmesélni, tehát látszik rajta, hogy örül, hogy most elmeséli azt a mesét, és nem feszengve, izgulva tudja elmondani, az egy nagyon fontos szempont. Mennyire tudja átélni, játszani a hangjával, megfelelően tagolni, mert sajnos az izgalomból adódóan van, hogy elsietik esetleg a mesét. Tehát sok-sok szempontot figyelembe kell venni. A szervezők és a bírák természetesen a produkciók mellett értékelték a befektetett munkát és energiát is, így minden gyermek ajándékkal a kezében távozott a versenyről. Mindenki kapott valamit, az emléklap mellé kifestőt, ilyen kis okosító füzeteket igyekeztünk adni a gyerekeknek, illetve a helyezetteknek könyvjutalom is járt. Még egy fontos dolog volt, hogy ugye középsőskorú gyerekek is mondtak mesét a nagycsoportosok mellett, tehát őket külön értékelve igyekeztünk ugye elbírálni is, de természetesen külön jutalmazni. Sőt, még volt egy kis csoportos korú is, ugye ő egyedül volt, ami szintén a zsűrinek egy fontos elismerése az, hogy külön díjat tudjon adni, meg tudott adni ennek a kislánynak is. A jóság nem kerül pénzbe. Ezt a gondolatot hangsúlyozta Bogdán László kalocsai előadásán. A közel 400 lelkes kis falu mindennapi gondjairól, sikereiről, kudarcairól és terveiről beszélt a kamarateremben. A legismertebb roma megmondó ember a Cserdi csoda. Ilyen kifejezésekkel találkozhatunk, ha Bogdán László vagy a Baranya megyei település neve után keresgélünk. Most egészen különleges projektbe fogtak. Legtöbbet most nem mezőgazdasággal foglalkozom, hanem ilyen
csapatépítéssel szinte mindennapossá vált újra az életembe, mert zöldséget, paprikát, meg krumplit mindenki tud termelni. De a jóságot egymásnak adaptálni egyre kevesebben. És ezt a fajta jóságot próbáljuk most így magunk között osztani, szorozni, kivonni, hozzáadni. Hamarosan elkezdődik a termelés majd a faluban, a manufakturális üzemben. Abban hisznek, hogy a gasztronómia képes lesz a cigány gyűlöletet legyőzni. Valamikor május derekán indul az első cigány lecsófeldolgozó, ami első lépésben logisztikai központi állomás lesz, és hüttőház és raktárcsomagolással fog foglalkozni. 250 millió forintos beruházás, és ez lesz az első cigány üzem az egész világon, úgy hívják, hogy C1. Az előadáson többek között lehetett hallani a pozitív és negatív diszkriminációról, az iskolázottság fontosságáról, a droghelyzetről és a cigánykultúráról. Attól, hogy a hírek rólunk szólnak, attól, hogy példát akarunk mutatni, az nem egyenlő azzal, és nagyon őszintén, nem egyenlő azzal, hogy együttélés is történjen ebből. Vannak mozgások, nyilván nekem nincs jogom sem hívni, sem kitaszítani senkit. Aki jön, az tártkarokkal, aki menni akar, azt engedjük. Az előadás végén a közönség soraiból érkezett kérdésekre is választ kaphattak az emberek. Legutóbb a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagjai látogattak el Szekszárdra, a Bárka Művészeti Szalomba. Most azonban a helyi művészklub látta vendégül a múltkori házigazdákat. A legszebb lány a faluban, végig sáros a tolla, az én kedves kis angyalom, a legszebb lány a faluban. Jó kedve! Közös dalolászással kezdődött meg a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub legutóbbi találkozója. Nemrégiben a Kalocsai Társulat tagjai látogattak el Szekszárdra, ugyanis a Bárka Művészeti Szalontól kaptak meghívást. Most azonban a helyiek fogadták a múltkori vendéglátókat. Az egyik tagunk, aki a Bárkának nem régóta, talán 2,5 éve tagja, az Kalocsai, és úgy kerültünk kapcsolatba az itteniekkel, hogy az ő kiállítására, tolnára átjöttek az itteni művészklubból, és összeismerkedtünk, aztán kétszer meglátogattak bennünket már Szekszárdon, és most viszonozzuk a látogatásukat. A vendégség célja mindenek előtt az ismerkedés volt. A helyi és a vendég művészek szorosabb kapcsolatot kívánnak kialakítani egymással. Mi 23 évesek vagyunk, tehát viszonylag terjengős múlt áll mögöttünk nagyon sok-sok élménnyel és rendezvénnyel. Körülbelül létszámban hasonlóan vagyunk, mint az itteniek, durván 40-en, 45-en, és a művészbarátságok ápolása, megteremtése, ez az elsődleges célunk. Nem vagyunk olyan messze egymástól, és nem baj, hogyha tudunk egymásról, mert ez mindig termékenyítőleg hat az alkotó emberre, hogyha máshonnan is kap impulzust, nem csak a saját közvetlen közegéből. A Bárka Művészeti Szalon hasonlóan működik, mint a Kalocsai Művészklub. Az ő tagjaik minden hónap második szerdáján találkoznak Szekszárd központjában. Ekkor általában közös rendezvényeikre készülnek, és arra, kinek hogyan tudnak segíteni egyéni kiállításában. Van olyan tagunk, aki az elmúlt 23 év alatt elkerülte a 300 egyéni kiállítást, és hát vannak olyanok is, akik természetesen nem ennyire mozgékonyak és termékenyek. Itt a többség azért a munka mellett, vagy a nyugdíj mellett foglalkozik egyáltalán alkotó tevékenységgel, és azt próbáljuk elérni, hogy mindenki jobb amatőr legyen, mint amilyen. Tehát mi nem Rembrandtokat segítünk megszületni, és még csak Munkácsikat sem, hanem azt akarjuk elérni, hogy mindenki hasonlítson a lehető legjobb önmagához. Az elnök többek között azt is elmondta, hogy a kalocsai tagokkal vendégeskedésük során nagyon jól elbeszélgettek, illetve úgy gondolja, nem csak az alkotó munka nem elégséges számú és minőségű hazánkban, hanem az emberi kapcsolatok is leszűkülnek, beszűkülnek és elszürkülnek. És ezt próbálják valahogy a sajátos eszközeikkel kicsit szebbé tenni és gazdagítani a szakemberek összetartásával. Március 21-e és 24-e között lehetett megkerülni futva 12. alkalommal a Balatont.
A közel 200 kilométeres távot a kalocsai földön futók háromfős csapata is teljesítette. Csütörtökön Siófokról indult el a népes mezőny. Ekkor közel azonos távot kellett megtenniük a futóknak. Az első szakaszt Tóth Elizabeth futotta, ő neki aznap volt a szülinapja, induláskor töltötte be, és ő futotta az első szakaszt, én futottam a második szakaszt, és Peákné Ica futotta a harmadik szakaszt. Majd Fonyódról Szigliget, s Badacsonyból Balatonfüred volt a cél a következő napokon. Lehetett futni félmaratont, maratont, meg közel 50 kilométert is. A négy nap alatt 26 országból jöttek, 2700 futó vett részt, és ehhez jött rengeteg kísérő. Egy közel 5000 fő vonult végig a Balaton körül a négy nap alatt. Ebben az a kihívás, hogy minden nap oda kell állni az új távhoz, most legyen az 13 kilométer, 20 kilométer, az mindegy, de oda kell állni. Újra és újra neki kell indulni, tehát mindegy, hogy az ember meg hogy esett az előző nap, hogy sikerült az éjszakája, tehát oda kell állni és újra futni kell. Az elhatározás egy ilyen versenyhez a kezdet, azután jön a munka. Szakemberektől is kérhető edzésterv a felkészüléshez. Mink is kértünk egy páros edzéstervet, ez egy kicsit keményebb volt, mint ami nekünk kellett volna, de hát vagy kihagytunk egy napot, vagy lerövidítettük a távokat, de tehát az alapján igyekeztünk készülni. Ugye nyilván ez több-kevesebb sikerrel, mert időjárás, betegség, bármi, tehát akadályozza, de tehát már ezt el kell kezdeni a főkészülést, ha tényleg az ember úgy akarja, hogy ezt jókedvűen érjen minden nap célba, azért egy 3-4 hónap fölkészülés mindenképpen kell, úgy, hogy már előtte nem nulláról indul. A 12. Spuri Balaton szupermaratonról bővebb összeállítást láthatnak Sípszó után című magazinunkban csütörtökön este. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és iradóval holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!